Sziasztok, én Marki vagyok, és ebben a videóban elhoztam nektek még több lényt, amit kamerára vettek. Ezt azért mondom így, mert már volt előző rész, aminek a linket lent a leírásban, és hogyha van időtök, akkor nézzétek meg. És még szeretném megköszönni, hogy itt vagytok YouTube-on, és követtek, hisz az elmúlt napokban, hetekben eléggé megnőttünk, amit még egyszer nagyon köszönök. És kacok, a paramese videó sorozat nem fog kihalni, csak kutakodni kell, hogy melyik mesékben és azon belül melyik részekben vannak olyan jelenetek, amik olyanok. Na, de nem is húzom tovább a szót, lássuk is a videókat, hisz ezért vagyunk itt. Első, Peru Alienek. Ebben a videóban egy lány kamerázik a távolba, mert meglátott pár fura alakot a hegyen. A csaj reakciója egyébként elég hiteles, de egyben egy kicsit idegesítő is, ezt most nézzétek el. A lényeg, hogy a lány videóhoz alkokat, majd az egyik fel kell, és fura méreteket látunk. A videóban lesz egy kép, ami összehasonlítja az idegeneket és az emberek közti méretet. Hát szerintem elég durva a különbség, de nézzétek is meg. Caramba, Dios mío, qué miedo. Hola, está? ¿Cómo estás? Mi nombre es Annalí. ¿Dónde está, hija? ¿Dónde está, hija? ¿Dónde me ves? Es que yo me identifico, ahí arriba, pues en las rocas. Ah, ya, así, acá con la larga vista, ese punto que yo lo veo brillante. Es... ¡Ah, ah! ¡Dios mío! ¡Ah! ¿Qué? ¡Mamá! ¡Míralo! ¡Ha crecido! ¡Mamá! Se paró hacia arriba, mamá, acá se ve, qué miedo. Ay, qué miedo, me voy a poner a llorar. El dorado no se te... Hola. Hola. Andalí, ya, Andalí, ya. Déjate vainas, ya. Mamá, tú no has visto lo que yo he visto. Sí, que crece un poco más. Se para encima de una piedra y nada más. ¿Quién ha crecido, el hombre o la nave? Que no, yo estoy filmando al hombre. Mira, ahí dice. ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Ah! ¿Qué? ¡Mamá! ¡Míralo! ¡Ha crecido! ¡Mamá! ¡Se paró hacia arriba, mamá! ¡Acá se ve! ¡Qué miedo! Második, mélytengeri lény. Na, ez a videó egy kicsit elgondolkodtató. Kérdezek tőletek valamit. Tegyük fel, hogy búvárkodtok a tengerben vagy óceánban, és meglátok a sötét részen egy ilyet. Akkor ti mit csinálnátok? Írjátok meg kommentbe, én szerintem olyan gyorsan úsznék el onnan, ahogy csak tudok. Egyébként ezt a lényt valahol a japán tenger mélyén filmezték le. Én próbálok mindenre szkeptikus lenni, és az is lehet, hogy az a valami csak egy órás nagy kő a tenger mélyén, de nézzétek is meg a videót, és döntsétek el ti. Harmadik, Szellem a kórházban. Ez a videó 2010-ben látott napvilágot a neten, és még a kis 10 éves Marki ezt megnézte és okozott egy-két álmatlan éjszakát. Már mondtam más videóban is, hogy szerintem az árnyék emberek a legparábbak a szellemek közül. Lényeg az, hogy az alkalmazottak tök jó kedvűek, a Chaisa nevet mondja, hogy hát ő tökre fázik, de csak hülyéskednek, és a háttérben elsuhan egy árny, amitől mindenki meglepődik. Azt azért jól tudni, hogy a kórházakban sok haláleset történik, na de lássuk is a videót. Ha
Es que te estoy enfocando a las boobies. Ah, no mames. ¿Qué? ¿Pasó algo? ¿Qué pasó, mamá? A ver, ven. No mames, pasó algo, te lo juro que pasó algo, ¿eh? ¡Mueve, te mueve! ¡Vete a la verga! Yo no voy. No mames. Negyedik. Lény a házban. Ez megint egy olyan videó, amit először kisebbként láttam, és ez is elég paranyomokat hagyott bennem, de mai fejjel már simán megnézem. De igazából még most se nyugtam itt ez a videó. Gondoljatok bele, valami ilyesmi lény bemászik este hozzátok a házba, vagy nem tudom, és ott túlálkodik. Sokan ezt a videót a figyelőnek mondják, de szerintem köze nincs az egész sztorihoz, és megbeszéltük egy korábbi videóban, hogy fake sztori a figyelő, persze javítsatok ki, ha nem, de nézzük is meg a videót. I didn't want to come out. Camera wasn't charged. I can hear something up there. Hear that? Hear that? These are the shingles. Hello? Oh my god! Srácok, nem tudom, hogy vagytok vele, de nekem ettől a videótól még mindig a hideg futkos a hátamon. Ötödik. Sellő. Igen, lehet, hogy most egy kicsit viccesen hangzik ez a cím, de valójában egy sellőről van szó. Lehet, hogy a sellő szóval mindenkinek a mesék, sorozatok, meg az ilyenek ugranak be. De a sellők lehetnek parák is, amiknek olykor elég torz fejük van. Ha akartok, lehet egy külön videót szánni rá, de csak rajtatok múlik. A lényeg ebben a videóban, hogy lent kutatnak valami nadgeósok, aztán a sötétből egy kéz megérint az üveget. Persze az is lehet, hogy egy fake az egész, így csak egy jól CGI-olt videó, de az is lehet, hogy igaz. De ezt már csak rajtunk múlik, hogy elhisszük-e vagy sem. De nézzük is meg a videót. This is from the first camera. Tira. Tira. Oh! When we come back, footage from... Oh! Ennyi lettem volna mára, remélem tetszett a videó, ha igen, akkor dobjátok egy lájkot és egy feliratkozást, meg persze a csengőt, hogy ne maradjatok le az új tartalmakról, vagy esetleg a live-okról. Na, de én Marki voltam, sziasztok!